Debrecenben a gyerek osztály, ez kifejezetten nagyon jó, és jól érzem magam, úgyhogy innen nem szeretnék elmenni. Miért érdemes az orvosi pályát választani, milyen területek vannak, kikkel és hogyan dolgoznak az orvosok, hogyan lehet fejlődni a szakmában? Ilyen és hasonló kérdésekre kaphattak választ a telekisek egy egykori diáktól. A Szent György Kórház gyermekosztályának rezidense az orvosi pályát, annak szépségeit mutatta be a diákoknak. Körbevezetnek téged, elmagyarázzák, kérdezhetsz, ugyanígy az egyetemen is. Egy másik teremben az Óbudai Egyetem Alba Régia műszaki karának hallgatója és docense közösen mutatta be az intézményben folyó oktatást, a duális képzés előnyeit és azt, hogy néhány év alatt a mérnöki területen mekkora fejlődést lehet elérni, ha valaki ezt az intézményt választja. Az egyetemnek fontos, hogy jelen legyenek a fehérvári oktatási intézményekben, és meghozzák a műszaki érdeklődésű tanulók kedvét a város egyik népszerű egyetemének szakjaihoz. Nagyon fontos az Óbudai Egyetem Alba Régia műszaki kar számára, hogy jelen legyen az összes székesfehérvári és környéki középiskolában, hogy minél több hallgatót tudjunk bemozzani az egyetemre. Ehhez megpróbáltunk érdekes programokkal készülni, röviden bemutatjuk a karnak a működését, hogy mit lehet nálunk tanulni, és szeretünk volna érdekes programokat, elsősorban itt robotokkal kapcsolatos dolgot, amiben mi úgy gondolom, hogy elég erősek vagyunk, és a gyakorlatorientált képzést bemutatni. Készültünk LEGO robottal, ipari robot bemutatóval, és minden ehhez kötődő történettel. Az intézmény vezetője híradónknak elmondta, a pályaorientációs napokat megelőzően mindig felmérik a diákok érdeklődési körét, így évek óta mindig jelen vannak az itt végzett diákok, akik hitelesen képet adnak tanulmányaikról, karrierjük alakulásáról. Ez pedig nagyon hasznos a felvételizőknek, akik 99%-ban egyetemeken folytatják tanulmányaikat. 2022-es évben végzett diákjainknak a 25%-a az ELTE egyetemet választotta. A 15%-a a diákjainknak a műegyetemet, és 10% körüli azoknak az egyetemeknek a választása, mint a Pécsi Tudományegyetem, a Corvinus Egyetem, vagy a Semmelweis Egyetem. Na most mindegyik egyetemet megkeressük, és hát van olyan egyetem, akik dékán szinten vannak jelen a mai nap is. Emellett a városi cégek is képviseltették magukat a csütörtöki napon azért, hogy bemutassák, milyen élet vár a diákokra tanulmányaikat követően. A hatalmas kínálat miatt pedig a tanulók nehéz döntés előtt állnak. A pályaorientációs napok sokat segítenek abban, hogy egy kis tisztább és pontosabb döntést tudjunk hozni, és hogy mindenképp olyan szakot tudjunk majd a később évben választani, ami nekünk tetszeni fog, és majd megfelelő munkát tudunk vele találni. A nap folyamán számos szakma képviselője, többek között közgazdász, fogorvos, szociális munkás, kutató és média szakember is előadást tartott.